Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral a Kanadai Magyarok Kulturális Tanácsának estjén készítettünk interjút. Az volt a kiutazásnak az elsődleges célja, hogy a Körösi Csoma Sándor programban résztvevő fiatalokkal tudjak találkozni, illetve tudtam azt, hogy nem sokára záródik ez a program, és kíváncsi voltam arra, hogy a magyar szervezetek hogyan ítélik meg az ő tevékenységüket. Tavalyi évben indult el ez a program, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy milyen jó lett volna, ha mondjuk már a 70-es, 80-as években kitalálta volna ezt valaki, hogy a magyar közösségekhez menjenek el tehetséges magyar fiatalok, akik sokat tesznek a magyar kultúra, zene, táncok, egyáltalán magyar nyelv megőrzéséért. De hát ez akkor nem indult el, tavalyi évig váratott magára, tavaly 47 ilyen fiatal ment el szerte a nagyvilágba, magyar közösségekhez, az idén pedig 100 fiatalt tudtunk kiküldeni. Bár én ennek a programnak a pályáztatásában, elbírálásában még nem vettem részt, hiszen június 15-től vagyok a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a vezetője államtitkárként. A Bethlen Gábor alapnál szeretném azt, hogyha esetlegesen a határon túli területeken felállnának alkuratóriumok vagy albizottságok, akik a különböző pályázatokat befogadnák, és a pályázatok elbírálásában véleményezési joggal segítenének. Itt arra kell gondolni, hogy a Kárpát-medencei szomszédos országokban jönnének ilyenek létre, és esetlegesen a diaszpórában is egy ilyen alkuratóriumot létrehoznánk. Én azt gondolom, hogy a mi munkánkat is könnyítené, hogyha egy ilyen lenne. Kanadában és az Egyesült Államokban több magyar él, vagy magyar származású él, vagy magyar identitású ember él, mint Erdélyben, hiszen az Egyesült Államokban közel 1,5 millió emberről beszélhetünk, itt pedig 320 000 emberről. Magyarország számára ezek a magyarok nagyon-nagyon fontosak. 2010-től figyelünk oda egyre jobban a diaszpóra magyarságára, éppen ezért jött létre például a diaszpóra tanács. Nyilván az itteni magyarok, a tengeren túli magyarok nem arra várnak, hogy Magyarország pénzzel támogassa őket, hiszen nagy általánosságban elmondhatjuk azt, hogy ők általában jobb gazdasági körülmények között élnek, mint az odahaza maradottak, hanem azt szeretnék, hogyha egyéb más módon segítenénk őket az identitások megtartásában. Ezeknek az alapjait mi már megteremtettük, úgy gondolom, hogy ezeket a struktúrákat kell jobban működtetni. Ilyen például a Mikes Kelemen program, a Julianus program, ilyen a Reconnect Hungary például, de ilyen lehet az, hogy fizikálisan is jobban próbáljuk tartani a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy minél többször szeretnénk a különböző rendezvényeken, ünnepségeken, összejöveteleken Magyarország részéről is megjelenni és közöttük lenni. Számunkra fontos az a támogatás, amelyet az elmúlt években is a tengeren túli magyarság kifejtett Magyarország érdekében. Úgy gondolom, hogy ezt a bátor helytállás kiállást, amit sok alkalommal megmutattak ezek a szervezetek, illetve közösségek, ezekért csak köszönettel tartozunk. És hát itt szeretném elmondani azt, hogy a több évtizedes munkájáért a Kanadai Magyar Kulturális Tanácsnak is egy kitüntetést adományoztunk, a Külhoni Magyarságért díjat. Ezt egyébként 2011-ben alapítottuk. A miniszterelnök úr javaslatára augusztus 20-ához kapcsolódóan adjuk át. Minden évben 10 ilyen szervezet, illetve magánszemély kapta meg. Az idejében úgy döntöttünk, hogy 11 kitüntetett lesz, hiszen gyakorlatilag nem volt olyan szervezet, akit lehúztunk volna ebből a sorból, és most először 2
diaszpórában működő magyar szervezet kapta ezt a kitüntetést. Svédországban az Őrszavak, és itt Kanadában pedig a Kanadai Magyar Kulturális Tanács. Ez is szeretnénk gratulálni, és további jó működést, munkát kívánni nekik. Szeretném megköszönni a sajtónak is a munkáját, mert úgy gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezt a közös munkát a továbbiakban is tudjuk végezni. Köszönöm szépen!